kérdésre többféle módon lehet válaszolni. Hogy honnét nézzük, hogy én szeretnék átvinni egy kvantumbitet, ami egyszerre található nulla és egyes állapotban, úgyhogy én belekódoltam valamiféle információt, tehát megbeszéltük, ez egy olyan kvantumbit, ami se nem visszintes, se nem függőlegesen a kettő közé beigazítottam valahogyan, és én ezt a kvantumbitet elküldöm innét a teremnek a másik sarkába, én ezt szabad, keresztül ad itt a szabad levegőn, ez torzulást fog szenvedni, mert vannak különböző hiba hatások, egyik csatornán sem tekinthető hibamentesnek, de akkor léteznek hibajavító kódolás, mert a segítségével képes vagyok arra, hogy visszaállítsam a megfelelő állapotomra ezt a kvantumbitet, amit átküldtem a rendszeren, ezek a kvantumhibajavító kódolásnak a világa. Ez a kommunikációra vonatkozóan. Ha a kvantumbitet úgy tekintem, mint egy műveleti egység, amivel elvégzek valamiféle műveletet, akkor vannak arra lehetőségek, hogy ennek a kvantumbitennek az értékét én elkezdjem pofozgatni, hogy inkább az egyes irányába hajoljon, nincs a nullás értékben. Ezeket kvantumkapok segítségével tudom megtenni, különböző transformációkat hajtok végre a rendszeremen, és jó pár ilyen transformáció rendelkezésre áll, amit el tudok végezni ennek a bitnek az alapita. De a transformációknak a nagy része az nem ment meg attól, hogy a kvantum számítógépemnek a működése az véletlenszerű lesz. Amit meg tudok csinálni, hogy meg tudom mondani, hogy mekkora hiba arányban dolgozik a kvantum számítógépen. Mondjak egy nagyon konkrét példát, ha mondjuk én a kvantum számítógépet szeretném arra használni, hogy feltűrjem az RSA algoritmust, tehát egy nagy számnak megkeresem a printényezős felbontását, és ezt a példát is lehetett valami, hogy a 21-es számnak keresem a printényezős felbontását, és a kvantum számítógépen időnként nem azt mondja a 21-nek az egyik printényezője a 3, vagy a másik a 7 hozzá tartozik, hanem néha azt mondja a kvantum számítógép, hogy 4, ez a printényező. Néha azt mondja, hogy 8. Tehát, hogy nem, az lényeges, nem a tényleges értéket mutatja, mert hogy bepillent egy teljesen más világot. Én szóval könnyen el tudom dönteni, hogy ki jelez, az valóságos érték vagy sem. Az ön hasonlatára visszatérve, hogyha én egy almát szeretnék előállítani, mert még tudom, hogy almát küldtem, és egy citromat látod, akkor tudom azt, hogy rossz eredményt kaptam, amit egy almát láttam volna. De egyébként arra, hogy az almát, mint egy makroszkopikus objektumot átküldje, ez még szintén nagyon sokáig van, amire most képesek vagyunk az, hogy egy fotont átküldjünk, átteleportáljunk, mert tudtuk már azt is felelni, hogy több fotont egyszerre, vagy több atomot egyszerre már képesek voltunk szintén teleportálni, így gyémánt atomokkal dolgoznak azok, akik szélárkás fizikával foglalkoznak a területen, de hát még mindig messze vagyunk attól, hogy ez emberi kéz által kézzel fogható.